zene. Megállítjuk. Kiflin! Jézusom, visszahallom magam. Oké. Okay. nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Hát köszi szépen a támogatást, nem tudja megvárni. Nem tudja megvárni, hogy stream legyen. <laughs> Sziasztok! Üdv mindenkinek! Jó reggelt, srácok! Szóval Kiflin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Köszi a feliratkozást az első hónapunkat. Az első hónap mindig mágikus. A harmadik is nagyon mágikus. <laughs> na, na, na. Nem várok. <laughs> Mint a kismala az a gödörben. Várj kismala, segítek kijönni. Nem várok. És <laughs> sose elköszi szépen a harmadik hónap feliratkozás. Hát köszönöm szépen. Új kamera? Szebb a kép. Igen, igen, új a kamera egyértelműen úgy. Szóval sose lehet, so, so sose mond le a Ja, nem ide. <laughs> a harmadikat is kifli az első hónapot. Hódolató jó reggelt, wow, nem feketében? Vannak más színű pólóim is, mint a fekete, csak ritkán mosom, mert általában annak feketéket mosom. Mondjuk ezt is feketével szoktam mosni, mert egész sötét. Úgyhogy a vonat nem, bármilyen vonat elindult, Már hogy aludt -e? <laughs> vegyes, vegyes tapasztalataim voltak a mai alvással kapcsolatban, de ez nem számít. Micsoda színes tanna! Wow, még egy első hónap! Wow! Szia, Józó! A mancsas kezd is le. Mi az az előrejelzés? Minyan úgy érzem, hogy van egy előrejelzésünk, amit nem zártál le. Echo nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, köszi szépen az első hónapot, hihetetlen, két első hónapkor a reggel szerdán, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Wow, wow, érdekes, igen, nagyon érdekes. Már is egy Sound of Silence, máris hatrán, máris. már is öreki szuborsz, azt hiszed, hogy lemondhatod a számod? Há, nem, az én szabom nem lehet lemondani. Há, há idézem, nem a gondolatait. nem, semmi ilyesmi. Az én, az én gondolataim, légy lemondva a számot, na, légy színt, tartsd meg, tartsd meg. Mi a Zerhat Eventről? Szerintem fókás a Zerhat Event. Nyonyóval is megy ez a vonat. nyúnyó, nyújú, nyújú, megy, megtoltad. Köszönöm szépen, Múlti, a -csírt. Hát, Sziasztok, most indítottam el a streamet, tehát szabad ilyet, szabad hype indítani rögtön a stream elején. Nagyon szépen köszönöm. Szia valaki, jó reggelt! Ö, a szerda is unalmasabb lenne nélkület, köszönöm szépen. Képzeljétek el, ma pont egy olyan témáról szerettem volna beszélgetni veletek, hogy Kallerokat a vonatra. Jaj, bocsánat, nem, nem, nem erről. <laughs> nem erről. Szóval most már e vannak kallerok, most e van csirkaller, meg szakkaller. <laughs> Szia, Lajesz! Kallereket a vonatra, ezt már szeretem. <laughs> Basszus igen, már szerda van, nagyon durva Hanna. Úgyhogy elég érdekes, de el lehet vele szórakozni, el lehet lopni, azt vinni magaddal. Mit lopkodunk? Ne lopkodj, Swiper! <laughs> szóval, uh, már is hozom, már is hozom amit itt és akkor lejátszuk, mikor jön a Tesla. Hát a Tesla az még arrébb van, szóval Tesla-ra még nem gyűlt össze, ne haragudjatok már meg. Na nézzük. Bocsánat, csak itt még mindig mindenféle van, amit kerülgetni kell. Jó, a súlyzók is útban vannak. Útban vannak a súlyzók. Music time! Miért lopkodunk kallerokat? Nem vagyunk még ébren. Várjatok, felrakom a lábamat, mert így jobban elférek. Súlyzók! másfél kiló. Az kettő együtt már három kiló, most gondol, elfleti. A kettő együtt már három kiló. <laughs> Szia Marci! Nyo, tizedikén több mint valószínű, hogy visszamegyünk és nagyon meg fognak szivatni. Ó, oh. hol fognak megszivatni? a boci boci tarka megy? Nem, az nem megy. Ez az egy nagyon nehéz darab. Az, a mesterek is elpuknak a boci boci tarken. a suliba, te jó ég. Te jó ég. Lekosztod és ebből. Ennyi. Kiosztotta a pontokat? Kiosztotta. na. Be kell kapcsolni. Jaj! Nem gondoltam, hogy ilyen korán össze kell raktom. Nem gondoltam volna. Jó, jó, menj onnan előrejelzés. Szuper, oké. Okay. Jó, megcsináltatok az egyes szintű high vonatot. Meg fogom megszívetni minket a suliba. 100% veszély. Az iskolában mindent át fognak nézni. Hát lehet, hogy nem mindig csináltam feladatot. A fenét se én akkor sem csináltam, amikor ott voltunk, úgyhogy. Én már akkor sem voltam hajlandó megcsinálni. Jöjjünk közelem. Furcsa, hogy nem feketében vagyok, most ránéztem a képre. Szia, folyton twitch Hello! Na nézzük. Így. what's Robi hogy vagy? Hova tűnt a betmenes nadrág? A Batmanes nadrág ott van. Nem kell félni, van betmenes nadrágom. Szia Pepe, szia Réka, üdvözlünk üd mindenkinek. Na jó, dolgozni kell, de ez nyugtató, ez kellett. <laughs> Most a Danna számot add elő. Ó, oh, olyan nincs is. Nincs is olyan, hogy Danna szám. Meg rájön, hé! <laughs> rájön meg, hé! Múlti, köszönöm szépen az újabb csírt. Köszi szépen. Szia, tía. Hello, hello! Mi a kedvenc zöném jelenleg? Szerintem nekem az volt egy favorit zeném, az a Vándorló Palotából. Na, na, még. A Vándorló Palotából a Merry Going Round of Life. Szerintem ez megnyugtatja a lelkemet, a szívemet, mindenemet. Nagyjából jó a babó, tehát ú, te szuper, tök jó. Gyors, el. Na, örülök. Akkor remélem, hogy minden jó, babó. De <laughs> Sziasztok, Labrador, Hello hello. Annyira szuki a dammans, hogy belehalok! Én is szerettem, olyan aranyosak. Egyébként a visről rendeltem. Tegnap kérdezte valaki, hogy honnan rendeltem ezeket a szarokat. A visről. A visről. <laughs> Nem sok mindent rendeltem a visről, de ez az egyik az volt. Edzelem kéne, de nincs kedvem egyedül edzeni. Nekem valahogy udalmas. Nekem is edzeni kéne. 500 forint a vissem, babu. <laughs> Nekem is edzenem, kéne rohadtul nincs kedvem. <coughs> Nekem kell ilyen mans, Rendben, jó visről. Nem baj, ha nincs kedved, csak állj neki. Ó, uh, uh, gyogos. Az a baj, hogy gyogos, de edző streameket azért nem fogok tartani, ha nem haragszatok rá. Azon gondolkodom, hogy megérkezett az új capture cardom ugye a kamerához, és hogy azért elmegyek ma délután, hogyha nem leszek rohadt lusta. Hét hónap is, hét nap múlva szüli napom. <laughs> azért egy kicsit, de ez van, Máté, mert én merhabocsok, Gábor. Jelzong urak, ura. Nem, nem. Négy év, egy hónap, 17 nap és 18 éves leszek. Wow. Nekem meg... Két hónap és 12 nap és 26 leszek. Úristen. Én se leszek már fiatalabb, srácok. Én sem leszek már fiatalabb. Nem sokára szülinapom van. Olyan szülinapos streamet csinálunk, hogy azt el nem felejtitek, az fix megvan a mai napi program. Stream után ez és majd elmész érte. Nem lehet el, hogy elmegyek érte, és utána... Utána edzek. <laughs> mert akkor utána lefürdök, hajat mosok, és igazából kezdődik is a délutáni stream is játékolás megy, úgyhogy... Akkor csak a bornak és a sajtnak számít. <laughs> Szia Tilla hello, hello, Akkor csak két napon köztünk leszámítva azt az egy évet. Hát az, egy év az, az nem leszámítható dolog. Utána nem fogsz edzeni, lesz energiája az edzéstől legalább. Mert pont, hogy nem lesz. Egyébként nem nagy seket csinálok, most elkezdtem súlyzózni, hogy ne legyen olyan pöttyet a karom. Egyébként bejön szóval, nézzétek, most már nem olyan, nem olyan puding a karom, mint volt régebben. Emlékeztek rá? Biztos nem emlékszetek rá, de itt teljesen puding volt a karom. Egy öh, szülinapi stream együtt erhet a sászokkal. Hát de a szülénapi stream, nagyon, jó, a szülénapi stream az ki tudja, hogy még mi lesz. Az igen, mi is az a biceps? Nem, nincsen bicepsem, de legalább ha megpaskolom, akkor nem. Nem annyira nem meg, mint egy kocsonya. Azt sem tudom, hogy a milyen napra fog esni. 17. -e szombat. Te edzel? Hát, csak egy icipicit. Csak egy icipicit edzem. Komolyan. Szia, nem puding Danna! Ó, oh, igen, Timó! Ó, oh, igen, lennék nem puding Danna! Meg se szólalok! Szembe megijednék, hogy ne verj meg! Hát amúgy teljesen jogos lenne a félelmet. <laughs> teljesen jogos lenne a félelmet. <laughs> Szia, Hello, hello! Szia, Zserbo! <laughs> Ennyi volt az ongorázás? Visszarakhatom? Most, most nem érzem, nem érzem az ongizás nem edz, az edzés is donnázik. új oh, igen. Július 17. Pontosan, pontosan. Karácsony után négy nappal van a szülinapom. Én nem szeretném, hogy nekem tökéletes, mert nyáron semmilyen ünnep nincs. Ugye augusztus 20, de hát az nem olyan, de nyáron is semmilyen ünnep nincs, úgyhogy tökéletes helyen van a születésnapom. Ez képront lesz-e? Sosem játszottam azt a játékot. Sose, sose, sose. És a lesz-e kérdéseket se. Nekem sosincs szülinapod. Az tök jó, Flóra. Az, az egy, az egy fasz a dolog, a sosincs szülinapod. Nekem augusztusban van 9-11. <laughs> Akkor te szűz vagy, hogyha 9-11 a szülinapod. Vissza, visszapakoljuk. Úgyhogy közben... Ja, ki kéne húzni, különben leverek mindent. Kéne fogynom 10 kilót, srácok. És most jön neked, de honnan akarsz fogyni 10 kilót? Honnan akarsz fogyni 10 kilót? Nyugi, nyugi, tudom, tudom, hogy elfér rólam 10 kiló. A BMI indexem szerint is az még egészséges, ha fogyok 10 kilót, sőt, enyhén túlsúlyosnak számítok. <laughs> Ahonnan csak jó lehet. Ha humor ennyi. Tudtam, hogy ezek jönnek. Mindig ezek jönnek. Mindig ezek jönnek, hogy, hogy Hol van a felesleges 10 kiló? Hát van. Szia, Naja, hello, hello. Oh, sok sikert a munkához, vagyis kitartást. Kitartást a melóhoz. Szóval csak el kell hinni, hogy van rajtam 10 felesleges kiló ilyenkor. A hajadon ilyen nehéz. <laughs> Most esik le júli 17, pont ott hol ezek. Komolyan bigló? Na, az állat. Mehet, mehet a közös hát stream. <laughs> Ö, nincs semmi, nincs mi így, szeretünk. Ajaj. Ho, rajtam nem férne el plusz 10 kiló, Srácok, tudom, 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 ilyenkor jönnek a dietetikus, dietetikusok országa, 10 millió dietetikus országa vagyunk, meg a 10 millió éppen, amiről beszélünk, országa vagyunk. És nem, oh. szóval, ja. Ö, Hogyha fogyok 10 kilót, az tökéletesen a normális kategóriában van a magasságomhoz. Súlyban. Illik hozzá. És az is, hogy. Donna úgy érzi, fogja, köszönöm szépen. A másik az, hogy ugye erről már meséltem, hogy az izületeim miatt nem lehetek túl súlyos nem lehetek túlsúlyos az izületeim miatt, mert nem bírják el a súlyomat. Eee. És a túlsúlyos ugye hát relatív, relatív különböző betegségeknél, szóval egészségügyi oka is vannak, hogy nem hízhatok. Igyekszem kitartani, bár kb. mindenki felmondott volna már a helyemben, nem tudom miért vagyok még itt. Hát, na ja, ezt is se tudod, ha te nem tudod. Ajánlom, amit Fleti mondott, bár én csak a végét tartom vacsira halacskát kell lenni. Komolyan? Én most elhagytam a vacsorát teljesen. Most próbálom elhagyni a vacsorát, és inkább azon vagyok, hogy felkelek stream előtt, és reggelizem. Most azon gondolkodtam, hogy fel fogok kelni stream előtt, egy órával, felkelek 9 órakor, és ezentúl reggelizem ilyen, ilyen durva gondolatok járnak a fejemben, nagyon brutális, tudom, tudom, ez már túlzás tőle. Szia Martin! Ez már túlzás tőlem, de ilyesmire gondoltam. Mit reggeliznél? Ma nem reggeliztem, de gabonapelyhet ennék, meg ilyeneket, vagy egy pirítóst, vagy ilyesmi. Valamit, amik azt olyan könnyű, könnyűnek tűnik legyűrni. Nem na, na reggelizt, tuti nem reggeliztem még Viglóan, még nem reggeliztem eskü. Online óra közben, jaj ne. Most mondtam még csak gondolat, így van, így van, ez még csak gondolat. Hmm, Liki kellni. <laughs> Igen. Felkezd, ki vagy te, ki az az egészséges lány? Sőt, arra is gondoltam már, hogy reggel edzeni, mert délutánra tuti, hogy full nincs kedvem edzeni. Úgyhogy, ma felkeltem hétkor, igaz, visszaludtam a picsába, 7.30-kor keltem, de így is jó, mint az egy órát átaludni, az első Én 4.44-kor keltem először ma, úgyhogy, ó, igen, Danna, mikor lesz Valorant? <laughs> Jaj, ne, Hanna, ne, tényleg? Reggel edzeni? Reggel? Amúgy az a legegészségesebb, hogyha reggel edzel. Mert estére úgy sincs kedved. Nekem is a reggeli torna kéne, de még a felkelésig se jutottam el. Bezzeng a táborokban átkoztam. Átkoztam a táborvezetőket. Mi az a reggeli torna? Hagyj el már, haza. Mi vagy te, menj haza. De, ja. A kappa nem ment meg semmit van. Igen. 9-kor keltél már? Még a nap is rossz helyen áll. <laughs> Igen, keltem már kilenckor, sőt, képzelek korában is. Igen, mindig 55 kor keltem. Amikor még középiskolába jártam, akkor minden nap 55 kor keltem fel. Azért, hogy reggel kivasaljam a hajam, kihúzzam a szemem, és ne adj Isten, még néha reggeliztem is. És ezért felkeltem 45 perccel előbb, mint hogy el kellett volna indulnom. Hogy ezt mind megcsináljam. Most meg 10 perccel felkelek stream előtt, belenézek a tükörbe, elhagyjuk, jó lesz ez így, nem kell fésülködni hova lett? Hova lett ez a magára adó ember, aki én voltam? Meg azért szoktam ötkor kelni, hogy odaérjek. Hát ez az. Az komoly. Szóval most meg ott tartok, ott tartok, hogy belenézek a tükörbe. Kell ma fésülködni? Hagyjuk, úgyse veszik észre, hogy nem fésülködtem. És így working? Working, mert tényleg nem veszitek észre sokszor, hogy nem fésülködtem. Ha nem írom ki. Szia, Merk! Hello, hello! Úgyhogy, ja. Szerintem már nagyon sokszor volt olyan, -e, hogy nem vetétek észre, hogy nem fésülködtem. És így, jaj, Danna, de jó hajad, mit csináltam rá. Én meg... <laughs> Két napja nem fésülködtem. <laughs> Lassan már tükörségem. Minek tükör, ha itt a kamerám, nem? Gondol. Minek akkor tükör? Eljutott el oda, hogy nem kell magadra adni, mi adunk rád, lol. Nem is fésülködtem, de ma fésülködtem, ma csak ilyen szar a hajam. E, ha ma tényleg nem fésülködtél, én fejest ugrak. Nem, ma fésülködtem, mert ilyenkor, amikor nincs kivasalva a hajam, akkor nagyon szar, és hagyjuk. Észreveszünk, csak vagyunk olyan kedvesek, hogy nem említjük meg. De vagyis én csak úgy, se veszít egészre. Tegnap nem működött. Tegnap nem fésülködtem, szerintem. E, ja, hogy a izé nem működött, aha. Igazad van, köszönöm szépen. <laughs> uh, hát csak nem a kedvenc streamerem streamel. Ó, oh, meg Danna is. <laughs> Erre azt kell mondani. Az én reggeli hajam egy katasztrófa, nekem is nyugi. Ennél sokkal rosszabb a reggeli hajam. Úgyhogy... inkább hagyjuk ezt a témát. Ennél is nem tudtam, hogy mikor ezt kérdéseket feltenni valaki elküldi a chat szabályzatot. Uh... Nem lehet, mikor, nincs még benne a szabályzatod, de be fog kerülni. Amikor lesz kérdéseket, hanyagoljuk. Hanyagoljuk, amikor lesz kérdéseket. Van egy felkiáltó menetrendünk, ez a legtöbb menetrend, ami elérhető a csatornán. És ennél pontosabbat senki nem tud mondani. Szia, Vendre! Hello, hello! Szia, Miki! Úgyhogy ennél pontosabb menetrend nem létezik. Ennél pontosabb menetrendet nem tudok szolgálni. Azt nem tudom, hogy azért, mert lusta vagyok. Vagy azért, mert ennyire unkreatív vagyok. Vagy azért, mert sose találom ki előre, hogy mivel fogok játszani, és van, amikor stream előtt két perccel találom ki, hogy na, akkor ez lesz. Hm. 15.57. Danna, mivel játszod délután? Igen. <laughs> Nagyjából, ahogy Biglon mondja, ez az igen tegnap este mm, elkezdtem gyózni. Mentem valaki ez, aki gyózott, és hát nem mondom, én is beszállok, mert belinkelte a gyót, és akkor miért ne? Miért ne? Próbáljuk meg, hogy mennyire ügyes. És így ők tartottak 14-nél, vagy 15-nél, én meg már 32 országnál, amit kitaláltam, és így, na jó, én elmegyek fürdeni, hagyjuk a fenébe. Nekem elegem van ebből. 32-nél abba hagytam, elmentem fürdeni, nagyjából 3-4 óra után visszajövök a géphez, és nézem, hogy 20-nál tartanak. <laughs> Jó, Istenem, és így, és így kérdezték, hogy te mit szívtál? De te mi, 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 milyen szereket élsz? Hát, nem no, no, sokat geúztam. Jól van, nem kell alázni! <laughs> nem alázás, nem alázás, mondtam, hogy vállalok kócsot. <laughs> Tuti elcsaltat? <laughs> ja, nyilván elcsaltam. De hogy is tudjátok? Az a baj, hogy az már túl könnyű az ország tippelésnél, hogyha lehet mozogni. Ülj a vállamra, oké. Okay. Oksa. Jaj, azt hiszem, ki kell bővíteni a chat szabályzatot. Na várjatok, megkeresem. Most ebben a pillanatban megkeresem a chat szabályzatot. Beállítások, partner, azt hiszem, mintha itt lett volna. Aha, itt a hűségjelvények. Én azt se találtam egy ideje. Ranglisták, hype vonat. Hype mit lehet állítani, itt be van kapcsolva? A legkisebb, igen. Te jó ég, lehet olyat állítani, hogy 25 különböző eseménynek kell történnie ahhoz, hogy elindulna a hype vonat. Ez nagyon durva. Igen, könnyűre van állítva. Eszvéletlen! Mi az az eszméletlen? Az eszméletlen fokozathoz nehézségi fokozaton első szinteljesítéséhez mi a szar? Az eszméletlen hype szinten 20 darab első fokozatú előfizetés és 10.000 bit kell. Vagy 10.000 bit kell. Mi a ja, jó isten, jó. Könnyűre állítottam. Visszaállítottam könnyűre. Nálunk nem kell ilyesmi. Da, 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 da. Igen, menjünk vissza. Itt megint csak nincsen chat szabályzat Én eskü nem találom a chat szabályzatot. Ah, megvan! Chat szabályzat. Hmm. A macska kaparás. Mikor lesz és test és hason. Szőrű kérdések. T-ót vonnak maguk után. Következő. Hmm. Hogyan kéne megfogalmazni, hogyha beírod, hogy online óráról nézel, akkor megint csak kapod, kapod az áldást. Igen, azt akarom. online óra flex. Akkor így írom, Biglal. Online óra flex. T. T. Ott van maga után. A sulisokra figyelj, ne ide. A sulkóra figyelj, ne ide. Lol. Oké, okay, a sulkóra, te jó ég. Munkahelyről lehet, Ati. Az már más. Az már más. Az szabad. Én is kapnám, csak én nem mondom. Látod, Bazsi? Ennyi. Ha nem mondod, akkor nem számít. Mert ö, nem nem az a problémánk, hogy valaki online óráról néz és ö, ír a csetre, hanem az, hogy erre büszke és hírezteli. Hogyha valaki valami más csinál, legalább ne legyen rá büszke, vagy ne híreztelje. Nem kell vele flexelni, pontosan. Na, ennyi, vazsi. Én ennyi. Szóval, ezért nem is kell vele foglalkozni. Én is legalább, ha más csináltam suliban, akkor legalább lapítottam. Úgyhogy ennyi. Én legalább lapítottam, amikor mást ö, csináltam. Oké, okay, beleírtam. Ö, igen, menjetek ki a hóra, menőket darága, ne az nem tennek semmiről, ez még mindig így van, nincs nézőjáték. játék. Hanyagolda, mikor lesz kérdéseket, téjújjár, érte? De benne volt! Benne volt a chat szabályzatban a hanyagolda, mizé. A amikor lesz kérdéseket, mert a t jár érte. Hát benne volt eddig is, testvérem. Hát piglol. Hát piglol, ott volt. Érettségvét a héten nincsenek órák. Nice. Uh... Sziazol, hello hello. Inkább a tanárnak mondja azt, hogy ő Danna streamet néz, így van. Ment a suliban, meg, meg, néha, néha a hátsó ment az MK -en. Én a leírásban néztem, ott nem volt benne. Ja, a leírásban lehet, hogy nincs, de a chat szabályzatban alapvetően benne volt. Na akkor kimásoljuk, igen. Kimásoljuk, nagyon jó, másolás. Oké, okay. csatorna, ott is kicserélem. Én ott is kicserélem, semmi gond. Panelek szerkesztése. Rules. Beküldés. Ki van cserélve? Ott is frissítette. Hanyagod, mikor lesz kérdéseket, ti újjel érte. Online óra flex, ti maga után. Oké, okay. megvan. Szia, Amúgy ez mindig is érdekel. A bannoly ki örökban? Igen. <laughs> Mivel az egy pan, az nem T.O. Mm -hmm. Jó van, még csak húzom az agyat, lol. Mivel persze, az könnyebb elérni sokkal, és akkor nincs az, hogy szé. De ott nem is volt leírva, mindenhol le van most már írva, úgyhogy teljesen jó, köszönöm szépen. Tanár írja be, hogy online óra. Úráról van, az szabad, mert munka, igen. A tanároknak szabad. <laughs> Bár nem hiszem, hogy egy tanár online óra közben streamet fog nézni, úgyhogy. A szomszédom is egyébként szerintem valamilyen tanár egyébként, mert teljesen oktató stílusban adja elő itt a mondandóját reggelente, mielőtt bekapcsolom a streamet, így szoktam hallani, hogy már nagyon magyaráz. Szóval szerintem ő is valamilyen online órát tart. Ö, úgyhogy, ha valaki hallja a sikolyaimat online órán, akkor, akkor, a tanárja a szomszédon. <laughs> Ennyi. Hallgatózol? Tuti matek tanár? Nem hiszem, hogy matek tanár lenne, szerintem valami angol tanár, vagy ilyesmi. Jégespaci szőrszálakat farmolhat online óra közben a tanár is. Ennyi. Jogos. Jogos. Lenévítva a streamet. Mert gondold el, hogy nagyon nehéz úgy beszélni, hogy közben beszélnek melletted. Úgyhogy, ja. Hány éves fogalmam sincs, sosem láttam a szomszédomat. Egyszer beszéltem vele a kaputelefonon keresztül, hogy te figyelj már, te figyelj már, ez így nem leszünk jóban, változtassunk egy kicsit, és ennyi. Nem engem szerintem minden angol tanár utál, de fogalmam nincs, hogy miért. Engem szerettek az angol tanárok, de volt egy olyan osztálytársa, aki azt mondta, hogy csináljuk együtt a az angol házit. És így, oké, okay, csináljuk együtt az angol házit, legyen. Ö, leírtam, láttam, hogy elkezdett engem másolni teljes mértékben. Leírtam a. Szia Dani, leírtam az egyik megoldásra, hogy I am stupid. És ő leírta ezt, ugyanúgy, egy-egyben. Én később ö, kiratíroztam, és... és beírtam a megfelelő megoldást. Az volt a probléma, hogy másnap felolvastuk ezeket a megoldásokat, mert az angoltan nem mindig felolvastatta velünk a házinak a megoldásait. És a lány beolvasta, hogy I am stupid. Én nem hittem, hogy ő ilyen buta. De az volt. De az volt. Na mindegy, úgyhogy. Hát akkor legalább nem hazudott, egyi. Teljes mértékben igaza volt. Konkrétan önbeteljesítő jóslat. Igen, konkrétan. Nem sajnáltad, nem? Miért sajnáltam volna, nehogy már én írjam meg a háziát? Az a csodás angolról legfőleg, miután előre hozattam. én leére belőle, és heti ötször vagy korábban mentünk haza, vagy jöhetünk be egy órával később. Zoli, én is azért érettségiztem le előbb angolból, hogy ne kelljen bejárnom órára. És úgy volt, hogy nálunk két csoport volt, volt egy erősebb angol csoport, meg egy gyengébb angol csoport, és az erősebb angol csoportból egy ember kivételével mindenki leérettségizett egy évvel korábban, és egyetlen egy embernek tartotta az angol órát a tanárunk. Amikor napközben volt az angol óra, mert csak úgy tudták bepaszírozni, akkor meg beültünk aludni órára, hogy lementünk a büfébe pingpongozni. Úgyhogy ez a két lehetőség volt. Úgyhogy, úgyhogy egy embernek tartottak angol órát. Nagyon vicces volt. Biketes nyelvvizsga után ugyanúgy kapunk egyet angolból? Ö, szerintem igen, Hanna. Csak az érettségi ment fel az angol vizsgától. Mármint az angol órától. Azt hiszem, csak az érettségi menthet fel. Mm. Én, nem, én azért nem érettségiztem fizikából, mert akkor nem kellett bejárni fizikára. Wow, az nice. Nekünk nem is lehetett volna se biológiából, se földrajzból, se fizikából, se kémiából érettségizni, mivel én egy közgazdasági szakközépbe jártam, és mindegyik óra csak két évig volt nálunk. Szóval két év biosz, két év kémia, két év földrajz, és két év... Ö... nem mondtam még, fizika. Úgyhogy nálunk mindegyikből csak két évre telt, és hát az is eléggé ilyen izé volt egyébként. Meg van megvan az érettség is. Mi? Nem. Fordítva van az minyon. Az érettségivel kapod a nyelvvizsgát, hogyha emeltet teszel. Tényleg nyelvvizsga úgy voltam vele, hogy már érettségizem, tudjuk le a nyelvvizsgát is. Én is egyszerre csináltam, de aztán meg kellett csinálnom a szakmait. Jaja, ja, én izéből érettségiztem. Ö a szar emlékszik, hogy miből marketing és vállalkozás gazdaságtamból érettségiztem, azt hiszem. Második nyelvet két évig kellett tanulni. Nekem két évig kellett tanulni második nyelvet. Németet, de aludtam rajta. Wow, beindult! megnyonyózta, beindult a nyonyózás. Martin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Köszi szépen a támogatást, azt a rohadt. Ö, elszabadult. Nyo -nyo 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 -nyo. Imádom amúgy, ezek a hangok, ez ultra, ultra imádom ezt a csírangot. Zseniális. Bár kicsit sajnálom, hogy nem megrikrólozza a streamet már a csír, de azért ez se rossz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Martin a támogatást. Szia, pocak! Úgyhogy, ö, nem, hat éve fixen így volt. De én is 6 éve érettségiztem. Szia, lovag! Hello, hello! Szumos, Nagyon szépen köszönöm neked is a csírt. Köszi szépen. Beteg állat vagyok, azt mondják, mert mondták, ott választottam. Megvan az előnye. Néha mínusz 3 óra, de több is ritkán. Ö, többet kell bent tenni, plusz 2 óra. Oh, rip. Nem véletlenül, a csírnofti hangból egy 10 órás verzió... Ö, nem, de három perces van belőle, Réden. Három perces van belőle, hogyha érdekel. Abból vágtam ki a különböző hosszúságú nyonyózásokat. Már várjál, hol van? Twitch Danna? Van valami hangok mappám? Nem, ez nem az. Alert hangok. Ö, ez az? Egy még itt maradt több Szlovénából, mindenkinek Danna Hali. Egy még itt maradt? Hát köszönöm szépen, Martin, a csírt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Wow, egy éjszol szóval egy még itt maradt. <laughs> Lemaradt. Nagyon szépen köszönöm a támogatást ő, ez a 19 perces, vagy 19 perces verzió, és már Anna, olyan volt, tízig voltam csak bent pénteken. Nice. Hogy csináltam duplán? Nem tudom, de ügyes voltál, ügyes voltál, minyon. <laughs> Szia, pumpa. Ez a full verzió Oh, vége. 19 másodperc. Nagyon jó. Szerintem is. szerintem is. Berakjuk mind a nyo másodpercet. <laughs>

Szia, Sniper! Mennyi volt 10 másodperc, Max, nem? Azt hiszem 10 másodperc volt, igen. Hang vagy te felvenni? <laughs> Ezt is hagyd lehessen kiváltani, please. A 19 tizen másodperc nyonyózást átállítsa. A 10 ezres csírt 10... Az úgy sincsen sűrűn. Most már nem mondom, hogy egyáltalán, mert, mert múlt hónapban megszaladt. Mert nem is vagy érdekes, mindenki a nyonyóért jönne. <laughs> hát, még szép. De figyelj, az már, az már elég jó, hogyha tudok olyat teremteni, ami miatt euh, még érdekes lehet a stream. Úgyhogy, úgyhogy ez fontos. Képzeljétek el, srácok, törölték a törölték a follower botokat, így most már valid lesz, hogy elérjük a 30 k Szóval lecsökkent a follower szám 30 k szerencsére. Gyermen meg mennyire. Na, ott van, 29.864-re. Szóval lényegében már csak 136 uh, follower kell ahhoz, hogy meglegyünk 30 ezren. 30 ezre, mi a szar? Nagyon szép. Uh, open alert variation, nagyon jó. When bits used are over 10,000. Over 10,000! De módosítás... Follower botok? Igen, voltak follower botok. Valaki keverje fel más stílussal, gitár, dubstep. <laughs> Mindig érdekes vagy, és érdekes témákat hozol fel. Ma nem hiszem, volt valami témánk ma. Értesítés hossza, 19 másodperc. Hol van a hang? Feltöltés. Upload. Igen. Switch Alert hangok. Nyó, 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 Most még egyszer le fogja játszani. Nem, nem játszott le, Szuper. Na, átállítottam. <kül> over nine, over 10,000! Mennyire meggyőző lenne, ja? Hogy csak a csill van, az is kell. Azt mondom, már erre kitaláltam valamit, de aztán jól elmaradt. Ö, igen, van, amit kitaláltam, de így nagyon sokszor megesik az, hogy ö, elfelejtődik az, amit kitaláltam, mire odáig jutnánk, hogy ö, kimondjam. Hogy vagy, milyen a napod? Sankó, igazából nem tudom nyilatkozni arról, hogy milyen a napom, most keltem fel nemrég, pont stream előtt. Ez úgy néz ki nálam, hogy stream előtt felkelek, megiszom a kis kávémat, ideülök a gép elé, és így megy a stream. Úgyhogy effektíven nincs nagyon napom. Ultimate csillaghangú, szuper fel kell nyonyóharcos. Wow, wow. Ez majdnem olyan, mint a sárkányok anyja. Azért van, mert mikor mondtad az iget, akkor valaki közben nyonyózik. Mondanád az iget. Igét. Ja, értem. Az, az mondjuk elég elnem. Vagy a chat nem hagyja, hogy arról beszéljünk, lásd, WC-zés az űrben. Szerintem az zseniális téma volt a wc az űrben. Jaj, bocsánat. Mm, Úgyhogy, ja, nem tudom. Y, X. Nem emlékszem, hogy mit akartam. A wc nem csak az űrben zseniális téma, de ott nagyon jó. Tuti nem az volt az alaptéma. nem tudom, hogy mi volt. Ki ugye, amikor a kifutón napszemüveg promó megy. A kifutón mindig napszemüveg promó kell, hogy menjen. Szia, vid, hello, hello, a napszemüvegben itt különböző felvonulást tarthatnék a különböző napszemüvegeimmel. Itt van az összes az asztalomon. Néha panaszkodom, hogy nem félek el az asztalon, de könnyen megeshet, hogy azért, mert annyi napszemüveg van itt az asztalomon, kartávolságban, hogy, hogy egy kicsit túlzás. És ez nem az összes. Úgyhogy néha egy kicsit túlzásokba esek Napszemüvegek terén is. Egyet adja a kölcsön. Danna egy, Danna egy, Danna egy, Danna egy, Danna egy, Danna egy, Danna egy. Én nem sírok túlságosan unatkozok. Ja, és a amádom az alert hangot, Danna Kia. Én is imádom! Martin, van bennünk közös, imádjuk az alert hangot. Köszi szépen a csírt! E és ezzel meg is előzted egyébként szerintem a múltit. Köszi szépen! Lakásban miért hordasz napszemüveget? Nem hordok a lakásban napszemüveget is egyébként. azért kezdtem el napszömegeket venni, és felhalmozni, és hordani, mert miután meg lett műtve a szemem, utána csak napszemüvegben kezdtem el járni. Egyszerűen oda vagyok a napszemüvegekért, mióta nem kell igazit hordanom. Javaslom a ballonkabátot, amiben belőle felakasztod, és onnan mehet a szellem. <laughs> ö, lehet, lehet, hogy akkor egy kicsit inkább, ö, inkább mutogatós nédinek néznék ki, és így napszemüveget, napszemüveget. <laughs> Ez elég vicces lenne. Szóval, köszi szépen a csírt, köszi szépen a támogatást, szia Tóthúm! Hol vagyok? Mm... Szerintem a seggeden ősz, mit szólsz hozzá? Csak napszemekben, you know? Csak napszemekben, De ezt rókról árulom ezeket a képeket, ugye a tír, vagyis hát a százas, a száz dolláros feliratkozós Patreon oldalamon rókról kaptok képeket, csak szemüvegben csak szemüvegben. Bár a Patreon még senki nem találta meg, mert még nem hoztam létre, de megéri. <laughs> Teljesen ö, megéri. Mutogatás, Danna? Figyelj, én, 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 csak így mutogatok, meg így mutogatok, meg Magnifico, pasta, pasta, formaci. Ú, <laughs> se uh, shut up and take my money. Tudom, Flati, tudom. Mármint csak, szemüveg, csak szemüvegben, csak szemüvegben, pontosan, srácom. Szóval szerintem a stream után elmegyek a másik capture cardért. Beállítom a kamerát. Mert még mindig nem állítottam be a kamerát. Néztem most már hozzá egy csomóféle beállítást egyébként, hogy hogyan érné meg, hogyan tudom még jobban elhomályosítani a hátteret. Úgyhogy szerintem azt meg fogom csinálni. pupi papara Köszi szépen, Zoli a csírt. Úgyhogy azt meg fogom csinálni, miért nincs napszemüveges emót, mert kiszedtem. Egyébként van, nem igaz, van napszemüveges emót, ezt kikérem magamnak, ketten tudjuk használni is. Ott van. Ott van a napszemüveges emót. éges Maci, Henó. Hogy kell megölni egy vámpírt? De az érdekes, igen, igen, a C922-es az az előző kamerám. Pontosan. Nekem elég a böki-böki. <laughs> szóval, ö, az az előző kamerám, de ezt még mindig nem állítottam be rendesen. Még mindig autóizón van, meg autófókuszon, meg. Na mindegy, nincs beállítva rendesen a kamera. Azt meg akarom csinálni. Egy kicsit a színprofilját is állítani akarom de már így is sokkal-sokkal jobb, mint a c 922 sem volt. Szerintem ez egy annyira minőségi fejlesztés volt. És idénre nem ez az egyetlen fejlesztés, amit tervezek, szóval... Ma vagy ma? Édes Istenem, ebben az évben egyébként egy csomó minden fejlődött már a streamben. Így felszerelés terén. Ugye tavaly a videókártya a 3070, aztán idén az első dolog az a Keylight volt, ami végre normális fényt biztosít a fejemre, de hogy minek, hogy lássátok az összes meg pattanásom pattanásomat, na mindegy. Ö, ugye a kamera is akkor, hát a tesla az még arrébb van Rainbow, de ugye majd jön a Tesla, és akkor lehet, hogy ö, Tesla háttább lesz belőle, ki tudja. <laughs> Streamelni ne is akarjon az ember webkamerával, de nyugodtan jó szó, szóval én el voltam vele három és fél évig. Nagyon-nagyon jól el voltam a webkamerámmal, de felmerültek egyéb dolgok, és akkor most most ö, úgy gondoltam, hogy ideje a fejlesztésnek. Láthatjuk a mindig rosszul kinéző hajat, amit a chatnek mindig tetszik, mert nyaltok, nyala chat. Egy csomó olyan streamer van egyébként, ö, aki nem tudja elviselni, hogyha negatív kritikát mondanak neki. Képzétek el, minden negatív dolgot töröl, mint például, hogy nem tudom, ami, ami nem bántó egyáltalán, de mondjuk egy kicsit is negatív. És azt veszed észre, hogy az egész chat, ja tudom, hogy nem vagyok vicces Bigron, hogy azt veszed észre, hogy az egész chat nyal a streamernek. És hogy arról szól, Zsarát, az másfél a nyalás, és hogy arról szól az egész stream, hogy hogy hát nyalnak. Amúgy nem értem. Bigroll a stream elementet ki kéne rakni egyébként, mert téhozni kéne, mert pipát használ a csaten, csak mondom. Tótun! ne! Ez engem... Ha nem nyal, volna, Komolyan. Ilyen is van. Na jó, ez, ez még nem sikerült. Nem sikerült találkozom ezzel. Jaj, tonyasz! A Hattab, édes istenem, a Hattabról már elég sokat beszéltünk. De egyébként euh, én értem az álláspontját azoknak is, akik ezt csinálják. A Twitchnek is értem az álláspontját, hogy ezt miért nem tiltják be. Viszont... Ja. Na mi az, Biglon? <laughs> Hattab is mehet a csatszobázatba? Nem, figyelj, a Hattab igazából nem zavar. A hátám nem zavar, hogy arról van szó. Rosszat tesz hosszú távon a Twitchnek szerintem a háttám. már mert nem a Twitchnek, hanem a Twitchen lévő embereknek, mert hosszú távon, hogyha elmegy a platform ilyen irányba, és tényleg ez lesz a képviselője, és ez lesz a legnézettebb tartalom a Twitchen, hogy lányok bikiniben vannak, akkor ez ugye olyan mértékben rosszat tehet, hogy mint reklámplatform elfordulnak tőle a különböző szponzorok. Különböző szponzorok ö, elfordulnak. Úgyhogy igazából ennyi. Szia Robert! Hello, hello! Valamikor egy streamet unalmasnak tartok, szerintem ez normális, olyankor egyszerűen nézek mást, és mást, mást. Pontosan így van miel. igen. Szia, hisz, Hello! Ö, nem értem, akkor miért nem mennek ki a partra azokat, azokat, akik érdekelnek. Miért nem mennek ki a partra azok, akiket ez érdekel? Hát azért a rox, mert így nem kell megmozdulnod. És nyilván ezt fogják csinálni az olyan lányok, akik alapvetően ö, akik alapvetően amúgy is kamgörlök, vagy ilyesmi, mert itt nem kell levetkőzniük, nem kell hozzáérni ők idegen faszikhoz, meg a faszukhoz. Bocsánat, nem ide. Úgyhogy nyilván inkább ezt csinálják, mint hogy kimennek strihálni az utcára, vagy ne adj Isten, pucérra vetkőznek. Úgyhogy ebből a részből megértem a háttapstreameket, streameket, meg ugye ezt talán Amurant mondta, hogy ki ne akarna azért fizetést kapni, hogy bort iszogat bikiniben. Ki ne akarna ezzel jól keresni? Hát én nem akarok, megmondom őszintén, de mondjuk az én habtestemmel, az, az egy másik téma. <laughs> Bár ő egyébként volt, volt egy olyan gondolatom tegnap, megmondom őszintén, hogy egy kedves magyar streamerre, aki abba hagyta a streamelést, ráírni, hogy Hello, te figyelj már, amúgy nem, nem akarsz újra. Streamelni angolul, megjelent a te kategóriát Twitch-en, eléggé menő, biztos téged is néznének. E e, persze, Fleti, de ő sok mindennel keres, szóval van külön platform, minek tönkre csesszni a twitch ezzel? E troll. <laughs> Úgyhogy gondolkodtam rajta, hogy ráírok egyébként gondolkodtam nagyon, hogy ráírok, hogy te figyelj már, nem akarsz visszajönni Twitch-re ilyen kontentet streamálni, biztos nagyot mennél vele. A hetap streamekben az a baj, hogy eltett... mi? Hogy eltettetik, mintha ez egy teljesen átlagos kis beszélgetés lenne, plusz benne van a szabályzatban, hogy nincs szexualitás, stb. Hát Zavi, hogyha nem szexualizálják túl azokat a streameket, akkor ez teljesen rendben van. Most az, hogy a kontextushoz öltöznek, ugye bikini, mikor bejött ez a szabályzat, hogy nem lehet rajtad bikini, mert előtte is voltak bikini streamerek, nehogy azt itt volt én, aki fehér neműben streamelt. Nem tudom, hogy ez miért csak a... Miért, miért, csak ezzel lett nagy szám? Már hiányzik az allert. Nyilván, Fleti, hát. nyilván róla beszélek. Martin, köszönöm szépen az újabb csírt. Köszi szépen. Úgyhogy, Eddig is voltak olyanok, akik alulöltözve streameltek, sőt szexualitá hát, szexualitásban nézve erősebb is volt a tartalom, mint a háttább. Csak ugye, aztán bejött a Twitch-en az a szabályzat, hogy a kontextushoz megfelelően kell öltözködni. Ugye ezentúl bikinit csak azok vehetnek fel, akiknek indokolt szóval medence vagy ilyesmi, pesgőfürdő van a közelében tegnap rövid madrág volt rajta, tudom, már csak egy lépés át. Hogy ne? Vagy egy kicsit több, mert ugye több ruhát kell levenni, na mindegy. Én megnéznék már egy hat streamet, de Burkini-ben legyen a művésznő. Wow. Szia, Gab, hello, hello. Úgyhogy, ö, ja. Ja, előtte is voltak. Igazából bármilyen szabályzatot behozhat a Twitch, úgy is megtalálják a kiskaput benne a különböző streamerek, akik ezzel szeretnének pénzt keresni és foglalkozni. Azok voltak a legjobbak, akik szitták a nézőket, hogy idézze, hogy van mert nem feliratkozni, nem jött dollár? Tótum, az úgy hangzott el, azt hiszem, hogy ha van, van egy órád nézni engem, akkor van 5 dollárot feliratkozni, és valami ilyesmi volt, nem? Szóval a Tesla az nem indok a hot streamre? Nem. Nem. A Tesla az csak úgy, why not? <laughs> Volt olyan is, akit permáztak ki 3-4 napra, mert edzős rú, ilyen ruhában volt, és fehér neműnek számított. Ja, ugye a sportmeltartó. Sportmeltartó miatt. Jó, van, szia, Gandal, hello, Több is volt, ami azt illeti. Igen, igen, de az eredeti az volt. Az eredeti az volt, hogyha van egy órád nézni, akkor miért nincs 5 dollárot felszabolni. Na mindegy, ö, szerintem ez elég undorító volt igazából, ez a megnyilvánulásuk, de nyilván mindenkinek, ami belefér a saját, a saját nézeteibe, a saját életébe, ilyenek. Szia, Az volt még hozzá téve, hogyha nincs 5 dollárod, akkor nem kéne streamet nézned, hanem dolgoznod kéne. De hát akkor menjen egy fizetős platformra, nem? srácok. Vagy az ilyen emberek, akik azt akarják, hogy csak szabuk nézzék őket, tartsanak only sub Na, ehhez mit szóltok? Mondjuk ez egyébként a hátábra is egy megoldás lehetne, hogyha háttább streamelni akar az illető, bepromózhatja mondjuk nem only feliratkozó ö streambe, nem csak only sub -chat van, Tóthom. -tó. Lehet olyat a Twitch-en, hogy csak szaboknak streamelsz, hogy csak a szabok nyithatják meg a streamedet, és csak nekik megy. Szóval akkor legyen az, legyen az, hogy csak a szabok nézhetik a streamet. Tessék! Ez például szerintem egy megoldás lenne, ugye? De nyilván a Twitch staffnak is megvan a saját problémája, a saját ö, nézetei erről. Gondolom a Twitch nem fogam se nagyon ezzel semmit csinálni, ugyanúgy a képünkbe tolja majd a just chatting, ugye? Ez a legnézetebb kategória. Fejezd az oldalra, és az első kategória, amit megtalálsz a twitch az a just chatting, mert ez a legnézettebb. Ez a legnézetebb kategória. Meg amúgy is, hogyha nem specifikus játék miatt jössz, akkor úgy is belenézel abba a kategóriába, hogy mi van éppen. És alapjáraton görgetsz le kettőt, és három háttabb streamer biztos, hogy ott lesz. Twitch egyik főfő -fő embere elmondta valamelyik nap, hogy nem szegnek szabályt. Igen. Nem szegnek szabályt, nincs mit tenni velük. Pontosan. És ugye nyilván nem is akar semmit csinálni ezzel a twitch hiszen nekik ez egy hatalmas bevételi forrás. Ö, igenis, eltartja a Twitch-et a háttáv streamerek. Úgyhogy ennyi. Úgy is feliratkoznak, mert nem ismerik a PH-t. Hát Zoli, van egy olyan ö, streamerlány is, aki edző streameket tart, és van nála egy Pornhub parancs, és ott vannak a videói, úgyhogy ennyi. És ezt hát kategória? Ez nem, szerintem arra inkább az a megoldás, hogy ne ezt tolja az ember arcában a Twitch, ha megnyitja rögtön, hogy mondjuk akkor csak onnészább streamben lenne elérhető ez a tartalom. Szia Ricsi! nem annyira nagy bevételi forrás, egy is és társaihoz képest lópikula. Én értem, Gab, de úgyse egy ember tartja el a Twitch-et, úgyhogy. Ja. Úgy, ke úgy, kezdtem a Twitch nézést, hogy ne szélje is rád, persze nem kezdtem elgörgetni. de utána, hogy egy kicsit ismerősebb leszel az oldal, akkor úgyis feljönnek ezek a dolgok, szerintem. Ír egy üzenetet, ír el hogy a kövi legyen medence. Ú, uh, tényleg, akkor, akkor, mehet a tweet. Uh, tweeteljek, betegeljük, hogy nem csinál nekem ingyen egy Teslát, amiben van hát. A... Na, hát ha kapok egy Teslát tőle. Hát ha megtetszik neki annyira, hogy küld nekem egy Teslát. Ott volt Csávó, aki 30 napig streamelt. Ö, igen, az volt Ludwig. Ötszörnyű pénze lett, mint a forró csöveksből. csövesekből. Ö, ő volt Ludwig, és még én is kaptam Ludwigra egyébként szabot abban az időben, amikor 30 napig ment a, a szubatonja. Majd az új Cybertruck platóján. <laughs> De a Tesla heti az a mosóban, autómosóban zajlik. Elomból meg ki is nézett? Na, hát be kell próbálkozni. Be kell próbálkozni. Na mindegy, úgyhogy persze nyilván vannak értelmes tartalmak is. Szerintem alapvetően a Hatha-streamerekkel az a baj, hogy nézik. Akinek ezzel problémája van, srácok, ne kattintsatok oda, ne nézzétek őket, mert te is hozzászámítotok a nézőszámhoz, és azt hiszitek, hogy 14 ezernél nem számít hogy egy vagy egy mínusz néző, de számít számít. Mert hogyha mindenki, akinek ezzel problémája van, nem nézi, akkor már is nem lenne ennyi nézőjük. Úgyhogy ezzel az okossággal zárom mai reggelit. Úgyhogy legyetek jók és szobatiszták. Ö, találkozunk délután. Négy órakor. Ma négytől lesz a stream, azt hiszem. A szavazban maradtunk a srácokkal, hogy ma nincsen. Játszi, úgyhogy négykor. Sziasztok, Pepe!